A közelmúltban a nemzeti összetartozás és a kunok betelepülésének emlékére avattak emléktáblát Kunhegyes határában a Nagypurgányhalmon. A hely jelentősége, hogy hajdanán itt telepedtek le a kunok ősei. A lovas bemutatóval kiegészített megemlékezést hagyományteremtő szándékkal rendezték meg. Az eseményen felcsendült nemzeti imádságunk a himnusz és a székely himnusz is, melyet a megjelentek közösen énekeltek el. Az ünnepségen Huba Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket. Majd Huba Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke, a Jászhajkun-Szolnok megyei gazdakörök szövetségének vezetője beszélt arról, hogy a tábla arra emlékeztet minket, hogy közel 800 évvel ezelőtt itt telepedtek le Kun őseink, és ezen a helyen kolbászszék településen raktak tüzet és ütöttek tanyát. Köszönöm, hogy részt eljöttetek erre a mai alkalomra, és emlékezni tudunk együtt közösen a múltra, a jelenre, és a jövőképünk tulajdonképpen ezeken a gyökereken fog alapozódni a továbbiakban. Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat, és gyűjtsetek erőt a továbbiakban. Huba Imre Csaba hozzátette, hogy az emléktáblának a felavatásával és a felállított kunkapuval, melyet keletre tájoltak be, állítanak történelmi emléket a jeles eseménynek. Mindez a tervek szerint kiegészül majd Györfi Sándor szobrászművész alkotásával, melyet közadakozásból szeretnének rövid időn belül elkészíteni, és októberben ezen a helyen felállítani. Az avató ünnepségen felszólalt F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő, a Kun Szövetség elnöke is. Egy csodálatos helyen állunk, egy talán nem túlzás azt mondani, hogy szent helyen. Hiszen a betelepülő kunok, amikor megszállták ezt a területet, első megszállt településük a kolbászszék volt. És mint a magyar nyelvet anyanyelven beszélő gyermeknek, nekem kicsi koromban a kolbászszék az étel jutott az eszembe. De tudjuk azt, hogy a kun nyelven a kolbász mást jelent. Sokan nem tudják. Sokan nem tudják, hogy a kun nyelven, amit még megértenek akár Közép-Ázsiában, vagy szerte a török nyelvű vidéken, a kolbászt más jelent. Ez egy összetett szó. A kol az a kezet jelenti. A basz pedig a fejet, a vezetőt. Ha ezt az összetett szót akár egy kazak szótárba beírjuk, akkor azt kapjuk, hogy fővezér. Tehát kolbászszék az első vezéri központ volt itt a nagykunságban. És amikor itt állunk, és innen körbenézünk, az első Magyarországra betelepült kunok vezéri szállása volt ez a terület. Ha feljövünk erre a halomra, akkor lehet, hogy nem ezt a tájat látták, nem ezeket a szántókat, de a vezérek innen néztek szét, és nekünk kötelességünk, hogy ezt a helyet szentként, ünnepi helyként tiszteljük. Szegediné Szabó Dóra beszédében elmondta, hogy kunnak lenni nem genetikai kérdés, hanem életérzés. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő megjegyezte, azért gyűltek itt össze, hogy az összetartozást erősítsék, és üzenetet fogalmazzanak meg a következő nemzedéknek. A jövőt ugyanis az ilyen közösségekre alapozva lehet építeni. Egy olyan helyen állunk, amely a tradicionális központja, a lelki autonomiális központja volt a közösségnek. Én remélem azt, hogy a jövőben el tudjuk érni, hogy ez a hely olyan megemlékezéseknek legyen a színhelye, mint a mostani is, és amely kötődik ehhez a korhoz és ahhoz az üzenethez, hogy igen, itt kezdődött a kunok történelme a Kárpát-medencében. A letelepedés története itt kezdődött. Már előtte is volt több pont, a Radnai Hágó, Pest, a különböző csaták és vándorlások, de maga a kun élet, a kun világ kezdete az ehhez a helyhez kötődik. És erre büszkék lehetünk mi valamennyien, büszkék lehetnek a kunhegyesi kunok és valamennyi kunsági településnek a lakói, akik most képviselőik által is itt vannak jelen. Én bízom abban, hogy ilyen és hasonló megemlékezések rendszeressé válnak majd, együtt tudunk lenni, nem kellenek óriási ünnepségek, nem kellenek hatalmas tömegek, azoknak
kell itt lenni, akik ezt magukénak érzik, és saját maguktól, a hely szelleme által vezérelve el tudunk majd ide jönni valamennyien. Az átadó ünnepségen a megjelentek Barta Júlia etnográfussal közösen elmondták a Kun mi atyánkat. Majd a Pusztai Róka Hagyományőrző Egyesület Kun lovasai tartottak látványos bemutatót. Ezt követően Huba Imre, Huba Imre Csaba, dr. Fazekas Sándor, Szegediné Szabó Dóra és F. Kovács Sándor közösen leplezték le az emléktáblát, majd Váradi László református lelkész áldotta meg az alkotást.